A gyógyvízről szóló szlovák mesefilm nagy meglepetésünkre a gyógyvízről szól. A filmben híres szlovák helyszíneket ismerhetünk fel, mint a Szomolányi vár és a Tallósi vízimalom. A főszereplő hercegnő, Hanka, megtudja, hogy az apja újra készül nősülni, ezért megszökik és beleesik a folyóba. De azután jön egy malomfiú, aki megmenti és segítségért fohászkodik, amit a vízúrnője meghall, és segít nekik. A hercegnő ezután beteg lesz, és a tótündér megszánja, és gyógyvizet fakaszt az öreg kútban. Húzódja rá a bóra. Gyere, Józsa! Erre a bóra. Elkedje meg ezt a sok szűnyűzőt! Egyetlen feltétele, hogy soha ne essenek a kapitalizmus csapdájába, és adják ingyen mindenkinek. Halló, szép jó napot kívánok, kedves uram! Pap Tamás vagyok a Magyar Kölnő Zrt-től. Nem több, nem kevesebb, 125 ezer font boldog tulajdonosa lett, kedves uram. Halló, halló, halló! Halló, itt vagyok, igen. Nem hallanám az örömét, kedves uram. Örülök, csak én ilyen visszafogottan szoktam örülni. Igen? Igen. 125 ezer font boldog tulajdonosa lett, kedves uram. Ezt lefixáltam számítógépünkre, ez további kisorsulásra nem kerül, amennyiben ön él a nyereményével. Mit kell ezért tennem? Arra van csak szükségünk, hogy mennyi idő belül tud elfáradni a lehető legközelebbi töltőállomásra. De miért kell elmennem töltőállomásra, azt mondja, hogy ez egy csalás. Elmész a faszomba a kurva anyádat. A lány ezután színt vált és meggyógyul. Később Hanka megnő, készül a bárra. Király sorra gyógyítja meg a zétyépés alattvalóit. Nem fog fizetni segélyt senkinek. Ezután betekintést nyerünk a vízdimenzióba, ahol különféle hatású vizeket kevernek ki, mint a jókedvizet. Philip nagybácsi megjelenik új nőjével, Henriettával, aki egy füves fickó szobáját kapta meg. A felnőtt malomfiú Jakob visszatér az utazásaiból, egyből a hercegnőre kérdez rá, amire anyja azzal a nézéssel válaszol. Kiderül, hogy a korábban látott festményt Henrietta elvarázsolta, hogy aki először meglátja, belé szeressen. De nem a király nézte meg először, hanem az öccse Philip. Eljön a bál ideje, és Hankát jobbnál jobb kérőkostromolják. Mali ste dobrú cestu, knieža? Áno. A páči sa vám tu u nás? Áno. A dokážete povedať aj čosi iné ako áno? Áno. Jakub is beszökik, és táncolnak egyet. Rád ťa zas vidím. Zas? My sa poznáme?
De hát nem emlékszel. Mi ismerjük egymást. Igazán? Komolyan? Hogyne. Te magad mondtad. Álmunkban találkoztunk. Vraj sa budeš vydávať? Za niekoho z nich sú otrasní. Még hogy szörnyű, ilyen stílussal és mindenre igent mond. Ott volt a tökéletes férfi. Henrietta egy bonyolult és többfokozatos tervvel állt elő. Először egy lovagló balesetben megsebesíti a királyt, majd félreállítja útból Hankát, aki akarja hozni a gyógyvizet, majd végez a királlyal, hogy azután Philip kerüljön a trónra, aki minden szavát issza a gonosz feleségének. Semmiség az egész. Hanka közben átkerült a vízdimenzióba, ahol adnak neki felejtővizet. A királyságban közben azt hiszik, hogy Jakub ölte meg Hankát, így börtönbe került. A gyógykút kiszárad, és megpróbálják kirobbantani. Viszont a katonák elfelejtettek belenézni a tervrajzokba, mert véletlenül a börtönt is berobbantották. Oh, God! Eközben a vízemberek szerintem össze akarják hozni Hankát az eddig őt kukkoló Viktorral. Viktor viszont véletlenül magát dzsinázza be, és Hanka rátalál a fickó korábbi lesi felvételeire. Jakub összefut a tótündérrel az akvaparkban, és követi a vízdimenzióba. Végre rátalál Hankára. A lány ezután haza akar menni, és érzelmileg megzsarolja a tótündért, akinek nem lehet gyereke vagy ilyesmi. Visszatérve verekedni kezdenek a gonosz mostohával, és eltörik az utolsó fiola gyógyvíz is. Öreg ember kell a mélyedbe! Öreg ember kell! Várj a tárba, patad bele! Szerencsére a tótündér GoPro-val vette fel az esetet, így lassításban vissza tudta tekerni az egészet. A vízben ezután visszanézik az eddigi filmet. A király ezután végre meggyógyul, fivére pedig bocsánatot kér tőle. Odpusz mi, prosím. Nechal som sa oklamať Henrietiným pôvabom a jej sladkými rečami. Nemám ti to za zlé, braček. Bola naozaj pôvabná. Otecko. Henrietta pedig menekülés közben iszik egy kis vizet, ami instant goblinná változtatja. A tótündér elől nincs menekülés.